szeretettel köszöntjük Önöket a fonyoli piacsal, a beruházással kapcsolatos TOP 1.1.3 2016-0011 azonosító számú pályázat, gazdaságfejlesztési tárgyú projekthez kapcsolódó sajtónyilvános átadművetség alkalmával. Ünnepélyesen átadták a fonyoli piaccsarnokot, birtokba vették a megújult épületet és környékét a kereskedők és a vásárlók. A jóval korszerűbb körülmények között immár több kereskedő mutathatja be portékáját, a modernebb arculatú vásárcsarnok pedig lényegesen komolyabb tényező lehet a turisztikai attrakciók terén is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Balaton legnagyobb piaca a fonyoli piac, ezért is rengeteg turista látogatja a világ minden részéből. Hála Istennek nagyon jó híre van és nagyon régi piac, tehát ismerik az emberek, tudják, hogy szerda-szombati napokon érdemes eljönni Fonyódra és meglátogatni ezt a piacot. Nem csak a gyümölcs-zöldség választéka, hanem a kereskedők által árult műszaki cikkektől a ruhákig, és a legjobban látogatott az természetesen a Zsibi, ahol mindig új dolgokat és mindig új csodákat lehet felfedezni. Ezért is látogatnak nagyon sokan a fonyódi piacra. A köszöntő beszédeket követően Móring József Attila Somogy megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, Bíró Norbert, a Somogy megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, Hídvégi József Fonyód polgármestere, valamint Tapsonyi Tünde a Magyar Államkincstár Somogy megyei igazgatóságának igazgatóasszonya vágták át a szalagot. Miből valósult meg a fonyódi piaszcsarnok felújítása, megszépülése? Ez a pályázat 300 millió forintból és egy teljes 100%-ban Európai Uniós fejlesztés forrásból, a település és területfejlesztési operatív program, ez a CSUF neve, ez a hivatalos neve, csak elég nehéz megjegyezni, röviden csak annyit mondunk, hogy TOP. Mit kell tudni a topos pályázatokról? A topos pályázatokban a megyei önkormányzati koordináló szerepet tölt be. A 255 nyertes pályázatból 155-ben a megyei önkormányzat konzorciális partnerként vesz részt. Ez egy pályázati rendszer, tehát meg kell pályázni, az összeghatárok azok adottak, és akkor egy pontozási, bonyolult pontozási rendszer van, elég bonyolult, ebben most nem mennék bele. Kiválasztási rendszer végén 360 pályázóból összesen 255 nyertes van eddig, és ebből ez a pályázat, azt mondhatom, hogy egyhangulag nyert. Ön szerint miért fontos egy ilyen piaszcsarnok, ennek a felújítása, szépítése? A helyi gazdasági élénkítésen túl ennek a helynek egy ikonikus idegenforgalmi szerepe is van, ezt a beszédemben is elmondtam, hogy ha németet megkérdezünk, aki volt már Fonyódon, az biztosan volt a fonyódi piacon. Azt hiszem, nem egyedül vagyok azzal a véleménnyel, hogy a fonyódi piac az nem egyszerűen egy olyan hely, ahol alapvető élelmiszereket be lehet szerezni, ez sokkal több annál, ez egy kultikus hely, egy közösségi tér, és nyilván elsősorban a fonyódiaké, de tudjuk nagyon jól, hogy tulajdonképpen az egész déli partról még vonattal is járnak rendszeresen ide vásárolni, vagy csak nézegelődni, úgyhogy azok, akik törzs közönségét képezik ennek a piacnak, a város, és nem utolsó sorban az árusok megérdemelték, hogy kulturáltabb körülmények között árusíthassanak. Nagyon örülök, hogy a topos pályázatok közül a megyében az elsők között készült el ez a beruházás. A város ezt célul tűzte ki, és sikerült is megvalósítani. A kapacitásbővítés mellett létrejött egy új közösségi tér is, amely a helyiek és az ide látogatók komfortérzetét egyaránt növelheti. A fonyódi piacon a bevásárlás és kikapcsolódás mellett a szabadidős tevékenységi lehetőségek körét is bővíti majd. Június utolsó hétvégéjén Fonyódon minden a kutyákról és a kutyásokról szólt. A második Dog Beach Fest az ország egyedülálló kutyás rendezvénye idén is, a hétvége folyamán több mint 1000 embert vonzott a magyar tengerpartjára az ország minden szegletéből és a környező országokból is.
A fonyódi kutyás fürdetőhely megnyitása óta óriási érdeklődésnek örvend a Balaton szerelmesei, a kutyások és a kutyakedvelők körében. Tulajdonképpen ez a harmadik éve a kutyástrand megnyitásának. Az első év az egy teljesen szabad fürdetőhely volt, ahova a kutyások lehozhatták kedvenceiket. A tavalyi évben már a kutyások kérésére kerítést építettünk, és egy beléptetőrendszert alakítottunk ki belépőjeggyel, ezzel is finanszírozva a kutyástrand szolgáltatását, és egyre inkább kulturáltabb körülményeket teremtve. És a tavalyi év nagyon nagy sikere volt a Dog Beach Fesztivál, ami így június végén egy kicsit így szezon hosszabbítás céllal, hiszen a kutyáknak nem számít, nem hideg a víz, nem számít az, hogy milyen az időjárás, ők itt mindig jól érzik magukat, és ennek hatására aztán augusztus végén is lett egy hasonló fesztivál, és nagyon nagy sikere volt, nagyon örülnek neki a kutyás gazdik, a kutyák is természetesen, és hát most már egyre többen jönnek kereskedők, szolgáltatók, kutyamasszástól elkezdve orvosi tanácsokig mindenféle tanácsadó, és mindenféle szolgáltatást próbálunk nyújtani a kutyásoknak, és ahogy körbenézünk itt, nagyon jól érzik magukat a kutyák is, és a gazdik is. Milyen a fogadtatás a városi kutyás programoknak, vendéglátóhelyeknek? Ez vegyes fogadtatású, hiszen van, aki nem szereti a kutyákat, van, aki ellenszenvvel van a kutyák iránt, azonban a többség örül neki, egyrészt azok a szállásadók, akik így akár májustól szeptemberig ki tudják adni a szállásaikat, hiszen, mint említettem, a kutyás gazdák még szeptemberben is szívesen jönnek ide, illetve már májusban is sokan voltak, illetve vannak azok a vendéglátó helyek, akinek mondjuk a tulajdonosának is van kutyája vagy kutyabarát, ebből kifolyólag a kutyás vendéglátó helyek is szívesen fogadják ezek a vendéglátó helyek a vendégeket, és ezáltal is megnő a forgalmuk, és hát olyanok látogatnak el Fonyódra, akik egyébként soha nem látogatnának. Fonyód példamutató, hiszen az első kutyás fürdetőhely, ami megnyílt itt a Balaton partján, és ezt követően egyre többen lettek a tóparton, ahol kutyákat szívesen látnak. Ez milyen érzéssel tölti a polgármester urat? Nagyon jó érzés mindig elsőnek lenni, és jó dolog egy jó kezdeményezést továbbvinni. Nálunk ez a kezdeményezés ez meg is maradt, sikerült továbbvinnünk mindenki megelégedésére, vagy a többség megelégedésére, és azt hiszem még egy annyiba kell fejlődnünk, hogy majd a belvárosi részen, vagy a városi belterületi egyéb részeken is ki kell raknunk zacskókat, kukákat azért, hogy a kutyások nem csak itt vannak a strandon, hanem a városban is, ebből kifolyólag ott is legyen meg az ürüléknek az összeszedésére a lehetőség. Háromnapos kutyás őrület itt Fonyódon, június utolsó hétvégén. Mivel várjátok ezen a hétvégén a kutyásokat, kutyaszeretőket? Nyilván fantasztikus kutyás hangulattal, hiszen a legjobb helyen vagyunk itt a Balatonon, ami a kutyásoknak a legjobban kedvez. A Fonyódi Kutyástrand tényleg a leglátogatottabb balatoni helyszín, azt kell mondanom, és a Dog Beach Fest pont arról szól, hogy a családok, kutyások érezzék jól magukat fesztelen hangulatban, de persze vegyenek részt programokon is, illetve nagyon sok kiállító partnerünk is itt van, akik termékeket, szolgáltatásokat hoztak ide a kutyásoknak. Észrevehetően sokkal többen vannak, mint tavaly. Milyen előadókkal várjátok az érdeklődőket, az okosodni vágyókat? Hát volt, illetve lesz még koncertünk, gyerekkoncert, kifejezetten a 2- és 4-lábú gyerekeknek koncert. Ezen kívül kutyatréner bemutatója lesz, kutyaiskola bemutató, frisbis műsor, szépségverseny, trükkverseny, holnap kutyaúszó verseny, úgyhogy igyekeztünk színessé tenni, természetesen csak is úgy, hogy mindenki jól érezze magát, olyan programokat szerettünk volna létrehozni. Mire kell odafigyelni, hogyha egy ilyen kutyás közösségbe jön a gazdi és a kedvence? Nyilván azért a gazda ismeri a kutyáját, tudja azt, hogy mit bír, mit nem bír, a kutyás közösségbe hogyan viselkedik, hiszen az előfeltétel annak, hogy ide a kutyásrandra is bejöjjön, tehát viselkedjen, jól szocializáltan a kutya. Én azt gondolom, hogy itt 99%-ban ez abszolút felelhető, az az 1% pedig 5 perc alatt elsajátítja azt, hogy hogyan kell viselkedni itt a kutyásrandon a kutyájával. Nem volt még problémánk, és valószínűleg nem is lesz, itt mindenki jól érzi magát, egy nagy család vagyunk, úgyhogy szorgalmazom, illetve javaslom, hogy mindenki jöjjön ide kutyával, vagy akár kutya nélkül is.
egyre több a kutyabarát vendéglátóhely. Mivel tudjátok segíteni a gazdikat, hogy megtalálják ezeket a helyeket a Balaton körül? Egyrészt ugye a weboldalunkkal, illetve a Kutyabarát Balaton projekt részeként a Kutyabarát Balaton magazint pont azért adtuk ki, hogy a kutyások itt a Balatonon és környékén minél több információt tudjanak megszerezni, megtalálni azt, hogy hol vannak kutyabarát vendéglátóhelyek, szálláshelyek, látnivalók, hiszen aki kutyával jön, nem csak a szálláson szeretne lenni, hanem mondjuk megnézni egy múzeumot, elmenne egy várba, vagy éppen egy túraútvonalat próbálna ki, vagy éppen a kutyásrandra jönne el. Tehát azt gondolom, hogy ez a Kutyabarát Balaton élménykalauzban mindezeket megtalálja egy csomó hasznos információval, még kibővítve. A Kutyabarát mellett a kutyás hétvége szervezésében a nyári rendezvények megálmodói, a Magyar Tenger szervezőiroda is részt vett. Június első hétvégéjével felpörögnek a fonyódi nyári rendezvények és zenés programok a város szívében. Hétfőket kivételével minden nap lesz július elejétől már program. Szerdánként a dísztéren az új szökőkút mellett, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap pedig a Vigadó téren, illetve jövő héten már Fonyodligeti nap, aztán Bélatelepi nap, Retro Balaton Fesztivál, Hal és Petyek napok, Sörfesztivál, Rock Balaton, Szent István napok, Harcsa Fesztivál, tehát Fonyódon egy őrült élet lesz szerintem. Két fesztivál, ami belépős, illetve bérletes, ugye ez a Retro, illetve a Rock Balaton. Ezekről mit tudsz elmondani nekünk? Hát nem hogy Fonyód, hanem a Balaton egyik legnagyobb fesztiváljai közé tartoznak most már, és ami nagy büszkeséggel tölt el az előző évi Rock Balatonokhoz képest, hogy a Rock Balaton 4 napra bővült, mert akkora igény volt rá, olyan nagyméretű közönség, hogy ezt már 4 napra kellett bővíteni, illetve a talán a számunkra is még hihetetlen kategória, hogy egy világsztár Dr. Ábán fog jönni a Retro Balaton Fesztiválra, ami szerintem a Balatonon egyedülálló is lesz. Talán Siófokon lépnek még fel külföldi előadók, de Balatonon sehol máshol. Mindenkit érdekelhet, hogy elég változékony most már az időjárás, így a nyarakon is. Így ezzel kapcsolatban hogy tudtok készülni, hogy tudjátok kivédeni azt, hogy a fesztiválok ne legyenek veszélyben? Minden szerdán fogunk tartani egy úgymond válságstábot. 4-5 weboldalon keresztül hivatalos katasztrófavédelmi adataiból fogunk szemezgetni, és rossz idő esetére minden hétvégére lefoglaltuk a sportcsarnokot. Tehát ha a főzések el is maradnak, a koncertek azok meg lesznek tartva, így rossz időben is érdemes lejönni Fonyodra, a Piramisra, az Anna and the Barbiesra, Funkadeli és nagyon-nagyon sok bulira. A kutyás felszerelések, programok, ismeretfejlesztő szaktanácsadások mellett előadásokat is láthattak a kutyás strandra látogatók. Idén is a rendezvény vendége volt az országszerte népszerű kutyatréner Nyakas Gábor. Mi lesz az idei tanítás? Mint mindig most is új dologgal készültem, hiszen én soha nem tartok ugyanarról a témáról előadást. Most arról fogok beszélni itt az embereknek, hogy fejbe hogy kell összerakni a kutyának a tanítását, képzését, mert azt tapasztalom nagyon sok gazdánál, hogy idő előtt feladja, a cél előtt egy-két lépéssel feladják, és ebbe fogok nekik majd most útmutatást adni, illetve ebbe adok nekik útmutatást, hogy mi az, amire oda kell figyeljenek, hogy tuti legyen a siker. Fajta, gazda, környezetfüggő, mire kell számítani, mi az alap? Hát az alap az, hogy én elsősorban a gazdákat tanítom. Rávilágítok arra, hogy ismerje meg a saját kutyáját minél jobban. Rávilágítok arra, hogy minél több technikát tanuljon meg, hiszen minél több technikát ismer, annál könnyebben fogja kiválasztani a számára, illetve a kutyájának a megfelelő technikát. És hát egyfajta motivációs tréninget is fogok most tartani, hogy miért ne adják fel az utolsó lépésbe, vagy az utolsó hetekbe a kutyának a képzését, tanítását. Tavaly évben debütált a Dog Beach Fest. Mit látsz? Van-e változás? Hogy tetszik idén a kutyás fürdetőhely? Hát én nagyon imádom a Balatont, ugye én fehérvári gyerek lévén félúton vagyok Balaton és a Velencei tó között, tehát mind a kettőt nagyon szeretem, nagyon imádom, és hát én azt látom most, hogy sokkal többen vannak, mint tavaly, hála jó Istennek, imádok idejönni, hiszen én a kutyásokkal érzem jól magam, az időjárás baromi jó, bár nagyon fúj a szél, de ez a kutyáknak nagyon kedvező, úgyhogy remélem, hogy a mai nap egy nagyon szuper nap lesz mindenkinek. Idén még viszont láthatunk-e esetleg itt Fonyódon vagy a környékben oktatással vagy privátban? Hát nagyon jót kérdeztél, erről most nem beszélhetek, mert még köt a szerződésem, de egész biztos, hogy idén viszont láttok még pedig egy országos szinten, hogyha tetszik, de erről most többet nem beszélnék, mindenki nézze az oldalaimat, és akkor ott mindenki mindent meg tud időben.
A tréner interaktív előadásán kívül a számos program közt volt szépségverseny, jelentkezhettek a gazdik kedvenceikkel trükkversenyre, és láthattak profi csapatot is felvonulni koreográfiával a nagykanizsai Six Feet Kutyaiskola zenés bemutatójának keretén belül. A program mindhárom napja a szeles idő ellenére is népszerű volt. Az ország számos pontjáról érkeztek Fonyódra a kutyusokkal pihenni vágyó vendégek. Voltatok-e már a Fonyódi Kutyástandon, mennyire vagytok erre ismerősek? Igen, voltunk már többször is. Ez most már a talán tavaly nyílt meg, ugye ez a második évünk, de többször voltunk már lent. Szeretjük. Mondjuk nehéz ilyen sok kutya között most, hogy ez a program van. Elég aktív. Hogy tetszenek a programok? Milyen a Dog Beach Fest? Jó, beneveztünk a szépségversenyre is. Honnan érkeztetek? Kaposvár. Honnan érkeztetek a gyönyörűséggel ide Fonyódra, Dog Beach Festre? Nyíregyháza közeléből, Gáva Vencsellőről. Nyaraltok, vagy kimondottan a programra érkeztetek? Hát most kimondottan a programra érkeztünk. Jártatok-e már a Fonyódi Kutyás fürdetőhelyen? Igen, ez már a harmadik nyár, amikor itt vagyunk. És hogy tetszik? Hogy tetszik a kutyusnak? Nagyon jól. Minden nyáron nagyon jól érezték magukat, mi is nagyon jól éreztük magunkat, és szerintem egyre jobb lesz a fürdőhely. Hogy tetszik a kutyás fürdetőhely, a Dog Beach Fest? Tökéletes, nagyon jó, és nagyon jó, hogy ennyi kutyus között futkározhatnak. Szintén, hát a fiúknak ez az első élménye a vízzel, úgyhogy nagyon élvezik, és mi is nagyon élvezik. Örülünk, hogy ilyen jó időnk lett szerencsére mára. Honnan érkeztetek ide Fonyódra? Mi Németországból jöttünk most haza nyaralni, és akkor lejöttünk, örültünk, hogy pont most van a strand, úgyhogy Németből. Közös baráti társaság? Család, igen. De mi is Dombóvárról érkeztünk. Hogy tetszik a fesztivál, maga a kutyás program? Nagyon jó, és például hasznos volt az orvosnak a vizsgálata, amin a tappancsok alapján kimutattak egy csomó dolgot, úgyhogy tökéletes. Hogy tetszik a Fonyódi Kutyás fürdetőhely? Imádunk ide járni, most már a második év, amikor itt vagyunk. Nagykanizsáról járunk szinte, ha úgy jön ki, akkor naponta is, hogyha a szabadságunk engedi. Kutyáknak hogy tetszik? Mennyire vízhez szokottak ők? Nagyon szeretnek úszni. A nagyobbik is eljön. Kisebbet egy picit kellett erősíteni, hogy belemenjen, de most már ő is vízlakó, úgyhogy nagyon. Kimondottan a fesztiválra érkeztek, a Dog Beach Festre, vagy nyaralnak esetleg? Most csak a Dog Beach Festre jöttünk, de nyaralni is. Hát Nagykanizsáról mondom, ide járunk, tehát bármikor autóba ülünk, és itt vagyunk hamar. A háromnapos hétvégén több százan látogatták meg a kutyás fürdetőhelyet, a programot, a várost. A népszerű helyszín és a rendezvény kiváló kikapcsolódást nyújtott a Balaton és Fonyód szerelmeseinek, kutyakedvelőknek, kutyáknak és gazdiknak egyaránt. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Szabó András elfogadta meghívásunkat, és Szegedről. Szabó András grafikus művészt, volt szegedi tanítványa, Erdélyi Lili Ada köszöntötte kiállítás megnyitója alkalmából. Az est zenei közreműködői, a Bojtorján együttes tagja Pomázi Zoltán és a házigazda unokája Zoé voltak. Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel és hihetetlen boldogsággal köszöntök itt mindenkit, hogy ez a furcsa, cudar nyári idő ellenére ennyien megint csak megterítettük Szöszinél a galériát. És nekem külön azért óriási öröm az, hogy bár nem beszéltük meg a tanár úrral, de most elmondom azt a titkot, hogy amikor én még diáklány voltam, és ez a csodálatos ember tanított engem, amitől most is nagyon meg tudok hatódni, volt egy olyan álmom, vagy egy ilyen álmodozás bennem, hogy de majd, ha én egyszer nagy leszek, és már nem iskolás, akkor én úgy szeretném majd egyszer a tanár úrnak a kiállítását megnyitni. Annyiféle kiváló élményben részesített bennünket a tanár úr,
ami túlmutatott azon, hogy középiskolai tanítás zajlott ott. Tehát nekünk olyan dolgokat adott ő az óráinak a más minőségével, azzal, hogy olyan különleges fölépítettségű szinte, tehát amit azóta hozott be valószínűleg a pedagógia meg a pszichológia, hogy élmény tanítás legyen. Tehát az, amit mi a Szabó tanár úrtól, aki fogalommá vált a tanítványai körében, tehát mindenki úgy emlékszik rá, hogy ő az, akihez bármiért bennünket a nap folyamán, lementünk az ő műtermébe, ahol a rajzórák, művészettörténet órák zajlottak, és érdekes módon tanár úrnak mindig volt ideje ránk. Magyarázatta szolgál ez az egész történet. Maga az, hogy a cím az még hagyján, de az, hogy én állok ide, és azt mondom, hogy én megnyitom. Tehát ez egy kicsit olyan furcsa, nem nagyon szokás ugyanis. De szeretjük az előadásokat. Én viszont elárulom, hogy az első kiállításomat 1977-ben egy grafikus anyagomat Szegeden ugyancsak én nyitottam meg. Ez annyira újszerűnek hajtott, hogy kivonult a bélyem. Aztán nem folytatom, hogy mi lett a következménye, ez mind az egyik klubba történt Szegeden. És én azt gondolom, és azt hiszem más is így gondolja, hogy az alkotásairól azt tud beszélni, aki elkövette őket. Tehát egy néhány szóval azért fogom itt tárlatvezetésileg apostrofálni a dolgaimat, amit idehoztam. Annyira szép ez a táj, és annyira változatos, és olyan nagy hatással tud lenni, még egy ilyen ócska idő is, mint amilyen az a mai is volt. Mert én azt gondolom, hogy aki alkotóként éli itt ezt a tájat, az egész biztos, hogy minden rezdülésében talál valami olyat, ami a szépnek a fogalmát kimeríti. És most, hogy a szépség rabjaként, mert hogy én rólam van szó, itt van is egy úgynevezett festmény, olajkép, aminek ez a címe. Tévedés ne essék, akkor, amikor a szépségről beszélünk, azért ez egy elég tág fogalom, mert nagyon sokáig kifejezetten, mit tudom, a szép nő, vagy a szépséget ábrázoló festmények, és szobrok, és nem tudom én, a divat, vagy a zene például, megragadja az embert. És kiderül, hogy azért ez a szépség, ez egy egészen más, mélyebb területekben is megjelenik, mert hogy az esztétikai fogalomban ugye a rút is ott van, és akkor már mindjárt nem csak a szépség rabja az ember, tehát én úgy érzem, hogy én ezen azt értem, hogy nekem a képzőművészet elsősorban az a terep, ahonnan én a rabságomat érzem, hogy így mondjam. Tehát így áll össze az a szépség utáni vágy, ami első pillanatra lehet, hogy valami egészen kellemes dolgot tükröz, vagy mutat, de mégsem az. Ma újra minden új elhagyott, állok az ajtóban. Várok egy képsei lát,
óta engem elhagytál. Újra félek az estéktől. Úgy érzem, hogy rám tök éjfél vár, és a nap többé nem kell. Fonyód. Kiszúrt velünk ez a nyár, napot alig láttunk. A meleg napokra dideregve vártunk. Borbos volt az égbolt, nagy szél kerekedett, csapkodott az eső, de ez nem vette el az alkotó kedvünket. Bár olykor a vásznak után kapkodtunk, s a rámborított palettától festékesek voltunk. Rendíthetetlen nyugalommal festettünk tovább, kihasználva a napfény utolsó sugarát. A Magyarországi Baptista Egyház által szervezett Comenius Alkotóhét tábor elsősorban az egyéni alkotásokra teremtett kiváló alkalmat. Az alkotók tevékeny jelenléte óriási inspirációt adott ahhoz, hogy a hét során minél több festmény, grafika, fotó és vers szülessen. Ezeket az alkotásokat mutatták be most a múzeumban egy egynapos kiállítás keretein belül. A Magyarországi Baptista Egyház hirdette meg ezt az alkotóhetet, és itt a Bartók Béla úton, a Fonyódi Alkotóházba vagyunk már hétfő óta, és tulajdonképp, hogy miért választottuk ezt, hát erre pontos választ nem lehet adni, de csodálatos hely Fonyód, és teljesen alkalmas, hogy itt az ember alkosson. Nyilvánosan hirdettük meg, iskolákból is jöttek, egyházközségekből, gyülekezetekből, de magánszemélyek, akik olvasták ezt a hirdetést. Az országból is elég sok területről, Kiskörös, Székesfehérvár, Budapest, Baja, és még ki tudja, hogy hány helyről, összesen 20 alkotóművész volt ezen a héten. A közösségi együttlét jó lehetőség arra is, hogy egymást és egymás alkotói munkáját megismerjék, barátságok erősödjenek, közös alkotói kapcsolatok alakuljanak. Az ország egész területéről érkezett művészek szabadon alkothattak, akár többféle műfajban is kipróbálva magukat. A hét folyamán született alkotások egy része, talán a nagyobb része került ide, azért, hogy mi magunk is ne csak úgy fejezzük be, hogy mindenki valamit csinált, valamit alkotott, aztán hazaviszi, hanem a közönséggel együtt, de mi magunk is együtt láthassuk. Semmi téma megkötés nem volt, hanem mivel egy udvarban, egy térben dolgoztunk, mindenki rálátott a másikra, ki mivel foglalkozik, és inkább annak adtunk teret, hogy az alkotás közbeni beszélgetésekre, társalgásokra erre legyen lehetőség. Sokat gondolkodtam, szóval nekem ilyen teljes kikapcsolódás volt így a nagyvárosi életből, meg rengeteg ötletet kaptam, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttem. Hát örülök, hogy van ez a lehetőség, ez nekem egy kicsit kikapcsolódás is volt, ez egy ilyen önmegvalósítás, kicsit együtt töltött idő magammal, meg Istennel, és akkor ez egy ilyen kilépés Budapest forgatagából nekem, ez egy ilyen pihenő időszak volt egyben. Vannak olyan emberek, akiknek, hogyha a közelébe érsz, akkor feltámad benned is a költő. A lélek hangja egyszer csak kitörni vágyik egy festményben, vagy van pár darab fa, vagy egy-két rongytól foszlány, és egyszer csak életre kell a szemeid előtt. És így köszöntöm ezekkel a szavakkal Hálló Gyulát, aki ezt az alkotó hetet életre hívta és kitalálta. És hogy lehet-e Istent köszönteni, ez a legfőbb teológiai kérdés, vagy egyszerűen csak megköszönni neki, vagy egyszerűen csak köszönni neki, hogy ezt a hetet számotokra megszervezte, hogy kitágította az időt, azt az 5 napot, amit a hangya szorgalomból most végre tücsök művészettel tudtok tölteni, aki fölbruzdította bennetek a szellemet, csöndetekké és szabadságotokká vált ebben az egy hétben, ujjaitokat és szíveteket vezette és kísérte, adott és elvett, épített és átjárt. Tulajdonképpen, amit én csinálok, ez a háttérmosásnak a módosítása azáltal, hogy a lencse elé teszek egy ilyen szűrőt, mondjuk, amit én vágtam ki különböző alakzatokat, és az a képnek a háttérmosását megváltoztatja, és ezzel lesznek ilyen különleges hangulatúak a képek. A mintázatokra figyeltem, mert ez ilyen speciális igénye van ennek a technológiának, mondjuk úgy, hogy az egyik, hogy nagyon kontrasztosan legyenek fényes és sötét
ismétlődő pontok egymás mellett, és ezáltal látszik ez a fajta háttérmosás beli mintázat, amit én megjelenítettem, úgyhogy ezeket kerestem, ezeket a mintázatokat. Az a lényege, hogy a fényképező lencséjel tettem előtétként különféle hát ilyen mintázatokat, amint itt is látható, és ez okoz ilyen különös háttérmosást, és ez a képeknek úgymond a különlegessége, hogy a háttér az ez a félkörös például ez, amit látható, és ezzel módosítottam úgymond a háttérben csillogó dolgoknak az alakját, és hát töltek ilyen különleges hangulatúak, úgymond a képek. Én most az akvarellel ismerkedtem továbbra is, meg tűfilccel spékeltem egy picit meg, és akkor ilyen illusztráció meg tájkép kategóriában próbáltam alkotni. Megpróbálkoztam még a verseléssel is. Göbül Eliza alkotásain jó kivehető a fő motívum. A Balaton, abszolút így a kékek. Most így ez volt, amit megfigyeltem, meg a kert is, ahol voltunk, egy gyönyörű alkotóház, meg kert volt. Úgyhogy ezekből a benyomásokból raktam össze a saját világomat. Vényleg Imre, kérés. Ne kelljen kimondanom a neved. Fogj mégis erősen. Ne kelljen hangosan nevetnem, boldog égboltoddal ölelj meg. Láthatod, kivel állsz szemben. Magadhoz vettél egy gyengébbet. Erősíts meg szorításoddal. Emelj fel a horizontig engem. A tábor egészére az elfogadás és a nyitottság volt jellemző. A 20 alkotó nagyon tevékenyen töltötte az elmúlt napokat. Nagyon jó volt látni, hogy egymás számára addig teljesen ismeretlen emberek egy késő esti beszélgetés után már másnapra úgy voltak a közösségben, mintha családtagja lenne mindenki mindenkinek, és ez óriási mértékben hatott a csúnya szóval a termelékenységre. Tehát rövid fél hét alatt rengeteg alkotás született. Ezek az alkotások sajnos nem maradnak fonyódon. Visszük haza, és tulajdonképpen azt már megbeszéltük, hogy szervezünk további kiállításokat. Vannak olyan munkák, amelyek önmagában is egy kamara kiállításra alkalmasak, tehát hogy elvigyük az országban bárhová, de novemberben lesz majd a Baptista Művészeti Napok országos rendezvény sorozat, és ezen belül szeretnénk több helyen is megismertetni és közzétenni. Rohanok, mert késésben vagyok. Lihegek a buszon, a vonaton, utolsóként ugrom a metróba, a villamos épp, hogy megvár. Pihegve, aggódva bámulok előre a hűtlenül ártató időben, amikor hátba versz, megölelsz. Honnan a csodából kerültél ide? A csodából, mondod. Kacagsz rajtam.